ez a jó Pali. Te jó Isten. Olyan kis hülye vagy, hülye vagy. Na, srácok, az a tényállás, hogy átvittem a Bencéhez, bárhol is legyen a háttérben ő, ott Edina, Luisa, Hungary. Jó, és azt találtam ki, hogy azt találtuk ki, jó, én nem találtam ki, inkább a Bencé találtak ki. Tényleg te találtad, hogy na, azt találtam ki, én egyedül, nélküle. Ő találta ki egyedül, nem én mondtam. Maradj már, csak hadd mondjam el a gondolatomat, szóval. Csak nem. Már a láncba vagy. Na, azt találtam ki, srácok, hogy ha már itt vagyok a Bencénél, és leveheti a nyakmerevit, ha már itt vagyok a Bencénél, és leveheti a nyakmerevítőt, és úgyis itt vagyok, és úgyis ráérünk így a dolgokra, így az lesz, hogy egy rövid távú életcsere fog megkövetkezni, mégpedig úgy, hogy először is odaadja mindjárt nyakmerevítőjét, ugye? És kipróbálom, felveszem, hogy milyen abban élni, és igazából az Edina így a szerelmem lesz. Annyi a lényeg, hogy egyébként a Bence ezt a izét, ezt csak ilyen nagyon, meddig veheted le? Hát kevés idő, pár perc. Na, most nem lesz rajta a Kristófon egy napig, mert én ezt még nem vehetem le, csak időközönként. Na jó, van, nyugodjál meg. Kicsit felveszem, megnézem, hogy milyen ebben élni, és aztán visszaadom neki, legyen, hogy baja legyen, azt összecsuklik, azt vége lesz, azt újra kell forrasztani. Kajak mit csinálnak ezek? Ezek ékutyán mennyivel okosabb, mint ezek összesen ketten, minden. Tudjátok mi a kemény? A nagyon kemény az, hogy én még az életemben nem voltam 22 év alatt a Széchenyi fürdőben, és itt az idő, hogy kipróbáljuk, hogy milyen ez a hely. Ja, és nem fürdök egy komolyat, érted, aztán megyek edzeni, meg ilyesmi. Hát ennyi vagyok. Csókollak. Az nem lesz illatos, bátya, azt most mondom. Nem vészes. Nem érdekesen. Na, így ez így van rajtad? Aha. És az jó, hogy szorítja itt a torkomat? Hát ez nem ma annyira baj. Rajtam volt már jött a hangi. Az a melkasszőre, kihúzza. Vagy már innen te... Ott! Tehát elvileg, mikor ez rajtam volt, vagy rajtam van, akkor ennek az a funkciója, hogy nagyon tudja magam. Ilyeneket nem éppen boxos lehet csinálni. Ez nem arra való? Tapasztald meg azt, hogy milyen mikor azt a műanyagot nyomja hátulról egy csak pár. Csak nem látod, hogy soha rölsz? De. Jó, milyen érzés? És tényleg így kell vágod, tehát látom a fejét, hogy ilyeneket csinál, mert menj már innen. Látom a palit, mert figyelj, megy a zebrán, így néz körbe. Így? És kajak így tudsz, csak meg nem tudsz elnézni arra, mert az még rosszabb. Mit gondoltál, hogy viccelek ezzel? Jézuska! És akkor még most nem fürödtél ebbe. Most az a lényeg, hogy elmész fürödni, a három dolgot kell magaddal vigyél. Törölköző, fürdőgatja, meg papucs. Na hát olyan gombás lesz a lábam. Mint anyám pörköltje. Hogy lehetsz ilyen gyönyörű megvárálni? Testem milyen? Mint egy mókus, nem egy ilyen partra vetett mókus. Hadd adjak már valamit. Gyere, látom. Várjad, így állok föl, így, mint egy izé. Hát én ennyire rendületesen nem mertem ott épp elállni. Vagy igen, itt a nyat... Nem abban a pozzal, hogy akkor... A lapockát fájna majd egy idő után, most még nem fog. Nem, mint hogyha így lennék folyamatosan, és akkor így már fájdulna itt a nyakam, hogy itt tartalom kell. Meg ami nagyon rossz, hogy korlátozol a mozgásod, és nem tudsz elfordulni az egyik irányba, ami iszonyat időt. Ami durva, hogy tényleg rohadt jól nézek ki. Ha most az a baj, hogy én nem merem kidugni a fejemet, mert szarrá vagyok, benn meg ilyen klóros gőztelek. Amúgy jó, jaj, mit nézel? Hol nézek ki? Tisztát vegyél ki, kérlek, ne ezt a tudalékot. Tényleg, mintha barátnőd lenne, nekem is azt csinálni. Légy szia, tisztát, baba! Ugye? És mozog az állad, és megy bele a merevítőre. Most támasztja az állad. Igen, nagyon rossz. Az első pár hétben utáltam állni. De mi lenne, hogy engem mennék? Nem, csak azt néztem, hogy így milyen jó az asztal, meg az okni. Várj, most akkor életet cseréltünk? Uh-huh. Akkor most Evi... Luizika! Akkor most a Bence életedre vagy. Akkor most csajom vagy, nem? Aha. Akkor nem csinálsz egy kávét? K***a gyorsan. Bencének, ez nem volt. És most itt tarkom benne, és eltörtem a nyakam. Szívem. Bab. Szépen kérjed, és akkor talán kapsz. Bab. Igen, Bab. Kiszerelmem. Mondj az életem.
Azt szeretünk kérdezni, hogy szeremnek nem csinálsz egy kávét. Hogy szeretnéd, kicsim? Ahogy szoktál, tudod? Ja, tudom. Az volt a terv, gyerekek, hogy eljövök ide a Széchenyi fürdőbe, és csinálok egy nagyon komoly ilyen Instagram képet igazából. De az a baj, hogy olyan köd van, olyan gőz van, nem látsz semmit. Szóval kapsz egy pofont, aztán Tali a következő vágóképnél. Hát tesó, az a megállapításom, hogy lehet visszaadom neked ezt a nyakmerevítőt, mert nem... Babszi, kész a kávéd. Szeretlek, bab. Én is, bab. Ízol a kávét? Elég szar lett. Szia, bab. Szia, bab. Hello, bab. Ideg voltam. Így jártam. Szia, bab. Szia, bab. Mondod, hogy a poké? Jó, szóval elmentem a Decathlonba, vettem egy ilyen izét, nézd meg, egy teniszes fejpántot, és nem próbáltam fel, majd itt edzésen realizáltam, hogy ez úgy nézek ki, mint egy izé, ki a Federer, és elég okádék. Most az lesz, srácok, hogy nagyon komolyat fogok edzeni, elégetek 2500 és fél kalóriát, vagy ezt követően megkérem az edzőmet, spanom edzőm, vágod, hogy iszonyatosan verjen pofán boxkesztyűvel, és ezt megpróbáljuk GoPro-ban felvenni belassítva, szóval, hogy téged ez érdekel, akkor maradjál itt, és dobjál rá a videóra, hogy lájkot, csókollak, hello! Egyik oksi, másik, otthon hagytam vágod az izémet, a másik cipőmet. Ugye remélem, vagy elhagytam, az a B-verzió, mindegy, ma nem vittem papucsot fürdeni, meg most nem viszek izét, vagy nem hoztam cipőt. Hello! Na, srácok, a lényeg a következő, leedzettünk nagyon komolyan, és most az fog történni, hogy iszonyatosan pofán leszek b***ba. Figyelj! Az a baj, mondom, hogy tehát ez nem látványos, tehát nem azt látják, hogy csak úgy kapszolom, de megkapni, szóval már ez a kisütés is ki. Jó köveről látodjon. Külmány egyenes munkán, nem tudsz? Hát ez egy értelmetlenség. Egyenes külje, fi. Akkor ezt le tudom húzni egy picit. Ez sokkal rosszabb lesz, de akarod, akkor megy egyenes. Ahogy gondolod. Ja, hogy akarod, akkor megy egyenes. Na, nyakamat már, jó? De innen egyenes tért, akkor holkod nem nagyon őknek, de... Jó, közel jó, mehet egy egyenes nekem csak. Szia, vagy. Nem lehet, nem? Kint is értik ki. Jó vagy? Ah, bevette? Azt a k***. Forgot szeretném, hogy egyenes? Ahogy gondolod! Legyen egyenes, az nem volt annyira para, nem? Uh-huh. Oké? Okay. Uh-huh. Szólja majd. Itt a vége. Ennyi volt. És azóta kong a fejem. Vágod, olyan állást kaptam, mert összeestem, remélem, hogy tetszett az az állás, amikor bejött ide a Szabónak az arcába. Figyeljetek, az az igazság, hogy azt terveztem ennek a heti vlognak a végén, hogy lesz egy ilyen elköszönő, nem is egy elköszönő rész, hanem egy kutyasétáltatós gondolatkifejtős rész, mert minden ilyen heti vlognak a végére szeretnék tenni valamit, amit éppen úgy gondolok, hogy így el szeretnék mondani sok embernek, hogy mi az álláspontom és mi a véleményem, vagy mi az érdekes, ami nem tudom, majd meglátjátok, hogy mire gondolok. Na, a mostani téma, ami most a héten aktuális, hogy ez a Schobert Norbis ügy téma. Nem abból az oldalról szeretném, megközelíteni, hogy mit gondolok én, és hogy a közvélemény, és hogy ez hogy mondta, és hogy gondoljátok át, és hogy van-e benne valami, vagy nincs benne valami, csak rosszul fogalmazta meg, nem ebbe szeretnék belemenni, hanem inkább sokkal inkább abba a részébe szeretnék belemenni, hogy hihetetlen számomra az, hogy ugyanezt a hibát elkövettem egyszer én is Ábel barátommal, azóta bánjuk, szerintem mind a ketten elmondhatjuk. Belestünk mind a ketten egyszer abba a hibába, hogy úgymond egy rossz ötletünk volt, és egy rossz véleménykifejtésünk, és ez is egy nagyon hasonló ügy, hogy valaki mond egy olyan gondolatmenetet, amit elég rosszul ad elő, még hogyha van is benne valami, vagy nincs is benne valami, tök mindegy. Van egy ilyen gondolatmenet, amit tényleg rosszul ad elő, és
utána mennyire durva, hogy egy ország kezdi el utáni savazni, mint az atom, a feleségét is elkezdik bántani, mint az atom, és fikázzák szana széjjel, pedig ő aztán semmiről nem tehetett, tehát hogy csak egy házasságot kötött, és még úgyis bántják az emberek, és hogy csak annyit szeretnénk mondani, gondolkodjatok el azon egy picit, ha ráértek egy kicsikét, hogy mennyire szabad úgymond így a közvéleményhez beállni, és ahogy csak tudjuk az erőszak, a haragot és a negatív véleményt kifejteni valaki iránt. Ja, szóval biztos megbánta ő is, meg ilyenek, meg hogyha tehetni, akkor ezt visszacsinálna, és bocsánatot kérne. Csak hát ugye valaki ilyen, valaki olyan, valaki inkább próbálja kitartani a véleményét, valaki nem. Hát ennyi, srácok. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor dobjál rá egy lájkot, feliratkozni a videó alatt tudsz, és kövessél be Instagramon, mert iszonyat helyes vagyok az összes képen, mert most ezt őszintén mondtam, így be tudsz követni, ha beírod Instagramra ezt a Szabó Kristófot, érted. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltál, vigyázz magadra, találkozunk a következő videóban, én meg megyek a Snowetekre, mert egy fél óra múlva itt vannak, értem, és így kellett befejezzem ezt a videót. Hello, hello, hello!